szabad-e utcázni? Szabad. Az engedélyt megkapták és belevágtak. A csepregi ovisok nem azért térdeltek a barátságtalan hideg időben, mert büntetésben voltak, hanem azért, mert ilyen a népszokás. Több mint egy percig sorolták a jó kívánságokat, például faluhasznyi kolbászt is kívántak a vendégeknek. Csepregen az Alkotmány utca kapott új burkolatot 38,5 millió forintért a kormány támogatásával. A friss aszfalton a polgármester vezetésével még hordót is gurítottak. Vlasics Krisztián szerint a gyerekek örömmel vettek részt az eseményen. Nem arról van szó, hogy órákig kint lettünk volna mi sem, illetve a gyermekek sem, hanem ez a kis műsor 1 perc, 40 másodperc megtörtént, és utána egy tea elfogyasztása után már mentek is tovább. Hideg volt, ismerték el a vendégek, de szerintük a gyerekeknek nem ártott a szereplés. Egy fenét árt. Gyerekkorunkban kutyáblogokon is keresztül mentünk. Akkor még hó is volt olyan méteres. Emlékezetes képek 2014-ből. A Putnoki uszoda alapkőletételén zuhogott az eső, ezért állt esernyő alatt a díszvendég, Balogh Zoltán miniszter. A helyi iskolások pedig rövidújú pólóban tornáztak a szabad ég alatt. A miniszter még viccelődött is az időjárással. Vízzapáron lesz hozzá gödör is. Ez pedig a Mórahalmi kormányablakavatása 2015-ből. Az óvodások énekeltek, szavaltak és hálásan köszönték a kormányablakot. Az LMP szerint felháborító, hogy egyre több politikus mellett szerepelnek gyerekek. A párt az ombudsmantól kér állásfoglalást, hogy ez megengedhető-e. Most ez egy nem egy szabályozott terület. Én azt látom, hogy most gyakorlatilag a politikusoknak a saját belátásán múlik, meg a saját etikai érzékükön, hogy mennyire mennek bele ebbe a fajta kampányolásba, és mennyire nem. És azt látom, hogy a politikusoknak, a legtöbbnek nincsen kellő mérséklet ezzel kapcsolatban. Lázár Jánost a Kormányinfón kérdeztük a gyerekek szerepeltetéséről. Helytelenítem. Szerencsése politikus? Nem szerencsés. Az alapvető jogok biztosának hivatalától megtudtuk, először azt ellenőrzik, hogy egyáltalán a hatáskörükbe tartozik-e az ügy. Amennyiben igen, akkor kivizsgálják.